Köszöntöm a nézőket, ez a közügyek Kartali Rita vagyok. Karácsonyig megnyílhat a közúti aluljáró Szabadkán. Több pályázati lehetőség is nyitva áll a Prosperitáti Alapítványnál, ki mire pályázhat, a technikai tudnivalókat ismertetjük. Hétvégén tartották a harmadik Kárpát-medencei magyar média találkozót Visegrádon, és vasárnap választások. Jelölteket és listákat is bemutatunk mai műsorunkban. Tartsanak velünk! Aszfaltozzák Szabadkán a Maxim Gorki utcai közúti aluljárót. A Pátria szálló és a Lidl közötti átjárót hamarosan megnyitják, ezt követően pedig megkezdődhet a Maisai híd és a Losiny utcai vasúti felüljáró bontása. Most megmutatjuk, hol tartanak a munkálatok, és mikor lélegezhetnek fel a járművezetők. A szabadkaiak többsége arra számított, hogy a választási kampány hevében még a kampánycsend beálltáig megnyílik majd a Pátria Hotel és a Lidl közötti közúti aluljáró. Viszont az időjárás nem kedvezett a kivitelezőknek, így valószínűleg az eredeti tervek szerinti december 22-e lesz az a határidő, amikor majd megnyílhat a közúti aluljáró. Jó hír viszont, illetve szolgáljon vigaszul, hogy legalább akkor a karácsonyi ünnepek idejére már az új közúti aluljáróban, illetve ezen keresztül közlekedhetünk, és így jelentősen tehermentesülnek majd a jelenleg igencsak forgalmas elkerülő utak. Folyamatban van a Maxim Gorki utcai közúti aluljáró aszfaltozása. A munkálatok a befejező szakaszához érkeztek. A gyalogjárdák és a kerékpárutak előkészítése, tehát meg a tereprendezés is, hiszen itt az is belefoglaltatik a munkálatokba, hiszen a többi tereprész az följebb van, mint maga az útkonstrukció, ezért a tereprendezést is el kell végezni, kihelyezése a villanyrendőröknek, közvilágításnak és így tovább, jól állnak a munkálatok. A villanyrendőrök beállítása és összehangolása folyik, tehát ezt is sikerült elintézni, hiszen mint hogy ki tudódott a tervekben, ez nem volt belefoglalva, de hála a minisztériumnak ez is megoldódik, és ez a munka is el lesz végezve. A közúti aluljáró magassága nagyjából megegyezik a korábbival, de a teherautók nem jöhetnek be többé a városközpontba. Megépült ugyanis az összeköttetés a városi utaktól az autópálya rendszerig, amely a Losiny utcát összeköti az Entai úttal. Ez az út lehetővé teszi, hogy a teherautókat teljesen kivonják Szabadka központjából. Csak azok a teherautók közlekedhetnek majd, amelyek célirányukban árut, illetve készterméket visznek a gyárakba vagy onnan el, illetve az üzletekbe. Kétszer kétsávos lesz a közúti rész, azzal, hogy nem úgy, mint eddig, hogy volt két sáv középen, és egy-egy sáv az oszlopoktól jobb, illetve bal oldal felé. Most középen vannak a tartószlopok, úgyhogy a két sáv egymás mellett van. Ez biztonságosabbá teszi a forgalmat. A másik újdonság, hogy a kerékpárút az nem megy le a közútak a szintjére, hanem a gyalogjárda szintjén lesz kialakítva a kerékpár út az úttest mindkét oldalán, tehát mindkét oldalon lesz gyalogjárda is, meg kerékpár út is. Jó lenne, ha a kerékpárosok tartanák magukat a szabályokhoz, és a Palics felé a jobb oldali sávon, hogyha a Pátria felől nézzük, közlekednének, a város felé pedig a bal oldalon. Sajnos ez a kerékpárosok ezeket a szabályokat úgy gondolják, hogy nem kell, hogy betartsák és össze-vissza közlekednek, de hát reméljük a legjobbakat, hogy a közlekedési kultúra azban javulni fog, de minden esetre a kerékpárosoknak az a nagy könnyítés, hogy nem kell leereszkedni az út szintjére, és utána fölkapaszkodni a másik oldalon a kerékpárút szintjére, úgyhogy ez egy kicsikét megkönnyíti majd a kerékpárosok dolgát. A közúti aluljáró fölötti vasúti felüljárón 11 vasúti sínpár halad át. Hogy itt három hídról van szó. Két új hídról, meg a régi híd helyén, ami el lett bontva, egy új híd, de gyakorlatilag a régi hídtól a Lidli felé
két új hídelem épült, összesen 11 simpár lesz a fölüljáron, és a vasúti aluljárónak a tetején, úgyhogy ez majd, mert ez azért volt szükséges, hogy a teherforgalmat szétválasszuk a személyforgalomtól. A személyforgalomra az állomás az gyakorlatilag a most eddigi vasútállomás területén lesz, a teherpályaudvar pedig már a hídon kezdődik, és délfelé a teherpályaudvar felüli része lesz a vámkezelés is, meg egyéb folyamatok, amik szükségesek a teher szállítványok ellátására. Az utasok számára peronok épülnek, ezek szintben lesznek az érkező és induló vonatokkal a könnyebb fel- és leszállás miatt. A mozgáskorlátozottak részére lifteket alakítanak ki. Összesen 6 átjáró lesz a vasúton, Szabadkaváros területén az eddigi 4 helyett. Ebből 2 befejeződött a nyár folyamán, az egyik az a Proletér Brigádok és a Jován Mikics utca közötti új felüljáró és hozzátartozó úttal. Elkészült a Bajnáti út, illetve a Mólk útnál a város déli részén elkészült az aluljáró. Ezen kívül 2 aluljáró gyakorlatilag napokban elkészül, illetve az elkövetkező egy hónapban. A Koszovó utcai aluljáró az január végén várhatóan forgalomba lesz helyezve. Ez a központi legforgalmasabb aluljáró pedig reményeink szerint karácsonyi ünnepekig forgalomban lesz helyezve. A Majse híd lebontás, illetve még a maradék 2, tehát van még 2 híd, illetve aluljáró, egyik aluljáró, másik fölüljáró elbontása a Losinyi út, illetve a Majse hídnál akkor következik be, illetve akkor lesznek ezek a forgalmi utak lezárva, amikor megnyílik a Maxim Gorki utcai aluljáró. Ez várhatóan, tehát a január elején, illetve akár december végén is a Majcsei úti híd le lesz zárva a forgalomnak, és ugyanúgy a Losinyi utca. Mindkét hídnál már folynak az előkészületek a közművek kihelyezésére, illetve a bontás előkészítésére, mivel a Majcsei híd is teljesen el lesz bontva, és új híd lesz építve, tette hozzá Kern Imre. Több pályázat is elérhető a Prosperitáti Alapítványnál. A technikai tudnivalókról Nagy Zitával, az Alapítvány központi irodájának stratégiai osztályvezetőjével és Tulich Márki Annával, a jogi osztályvezetőjével beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a műsorban. Jó estét kívánunk, köszöntjük a nézőket. Beszéljünk először a friss kiírásokról, a mezőgazdasági kistermelőknek kiírt pályázatnak mik a főbb jellemzői? A mezőgazdasági kistermelők számára kiírt pályázat már 6 napja nyitva van, 6 napja beadhatóak ezek a pályázatok. Főbb jellemzői, hogy 2 milliárd forintnak megfelelő dináros összekerül kiosztásra ezen a pályázati kiíráson, tehát mint ahogy elmondtam, kistermelők tudnak pályázni, regisztrált kistermelők és azon tevékenységeikkel, amikkel a kincstárban bejegyzésre kerültek. A magának a pályázatnak az általános feltételei közé sorolnánk azt, amit az eddigi kiírásokon is, tehát, hogy magyar és szerb állampolgársággal kell rendelkezni, Vajdaság autonóm tartomány területén kell végezni az adott tevékenységet. Fontos elmondani azt, hogy 1.500.000 dinár támogatási összegre lehet pályázni. Ehhez társítani kell a 25% önrészt, ez sem egy ismeretlen fogalom az eddig is pályázattal is foglalkozó érdeklődők körében. Valamint itt fontos adatként el kell azt is mondani, hogy amennyiben a pályázó 3 kiskorú vagy 18 éven felüli, de nappali tagozaton folytató tanulmányait rendelkezik gyermek, kiskorú gyermekkel, abban az esetben ez az arány meg tud változni, tehát 10% önrészt köteles a pályázatban jelölni, valamint 90%-ot tehet ki a visszanemtérítendő támogatás. A vállalkozók pályázatának mik az elemei, Anna? Ahogyan a mezőgazdasági pályázatban a vállalkozóknál is inkább a kisvállalkozók támogatására fektettük a hangsúlyt, mégpedig az egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozók tudják beadni a pályázatokat.
az általános feltételek mellett, amik ugye a vállalkozó vagy a tulajdonos magyar és szerb állampolgársága, vajdasági lakcíme, valamint a cég vajdasági székhelye. Külön feltételek is elő vannak látva magára a pályázó vállalkozásra vonatkozóan. Ezek pedig az, hogy gyártó tevékenységet kell folytatnia, legfeljebb 10 munkása lehet, és már egy éve működnie kell. Mi számít gyártásnak? Gyártásnak számít az, hogyha a cég előállít valamilyen terméket, van egy terméke, amit utána értékesít a piacon, tehát szolgáltatók, kereskedelemmel foglalkozók most nem tudnak pályázni. Itt mekkora egyébként a támogatások összege? A támogatások összege ebben az esetben is 1.500.000 dinár, a 25%-os önrésze, vagy nagy családosok esetében a 10%-os kötelező önrésze. Beszéljünk egy picit még a határidőkről, ezek hogyan alakulnak? A pályázatok benyújtási határideje a mezőgazdaság és a vállalkozások támogatására kiírt pályázatok esetében február 5-e. Itt hangsúlyoznám azt, hogy ez a dátum, ami a pályázati szabályzatban meg van határozva, változhat abban az esetben, hogyha a benyújtott pályázatok értéke egy pillanatban nagyon sokkal meghaladja az előlátott forráskeretet. Ebben az esetben az alapítvány fenntartja azt a jogot, hogy leállítsa a pályázatok befogadását. Ugye nem csak papíralapon, hanem online is át kell adni a pályázatokat. Ez miért fontos? Fontos az, hogy digitálisan tudjuk kezelni az adatokat, fontos az, hogy a rendszerből minden látható legyen ugyanúgy, tehát ez az átláthatóság szempontjából mindenképpen fontos az alapítvány munkásságát tekintve visszamenőleg is, ez a jövőben is. Akinek esetleg gondja akad a technikai tudnivaló kapcsán, az hova fordulhat? Működnek-e továbbra is a területi irodák például? A területi irodák továbbra is működnek, 9 területi irodánk van változatlanul, tehát mind a 9-ben hétköznaponként 9 és 15 óra között területi irodás kollégáink várják az érdeklődő pályázókat, valamint a technikai adatok kapcsán, vagy technikai segítség kapcsán megemlíteném a support számot, egy telefonszám, melyen tudják a pályázók úgymond az adott segítséget kérni a technikai kérdéseikkel kapcsolatosan. Egyébként a pályázók milyen segítséget kérhetnek a területi irodáknál? A segítség nyújtás a területi irodás kollégáink részéről az, hogy ismertetik a pályázati kiírásokat, elmondják azt, hogy mik a határidők, elmondják azt, hogy ha esetleg a pályázó nem feltétlenül úgy értelmezett bizonyos mondatokat, tehát elég összetettek a jelenlegi pályázati kiírásaink, biztosak vagyunk benne, hogy lesznek tisztázandó kérdések, ezeknek a tisztázásában területi irodás kollégáink mindenképpen tudnak segíteni. Még egy pályázat még aktív, ez pedig a házvásárlási pályázat, amely iránt nagyon nagy az érdeklődés. Ennek a részleteiről mit lehet tudni? Így van, házvásárlási támogatásra is lehet pályázni. Itt a házasságban élők, élettársi életközösségben élők, vagy a kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülők tudnak pályázni. A támogatás összege itt egy kicsit magasabb, mint a vállalkozások és a mezőgazdaság számára kiírt pályázatban 1.800.000 dinárt lehet elnyerni egy-egy ház támogatására, és itt nincs kötelező önrész, tehát amennyiben a pályázók találnak ekkora értékben házat, akkor nem szükséges további eszközöket hozzárendelni. És a pályázat. Ez a pályázat meddig elérhető? Ez a pályázat január 15-ig elérhető, addig tudják benyújtani a pályázatokat. Hát köszönöm a beszélgetést, és további sikeres munkát kívánunk önöknek. Köszönjük szépen. Választások 2023. Most vasárnap tartják a választást Szerbiában, Vajdaságban köztársasági és tartományi listára is voksolhatnak majd a polgárok. Vendégem Nagy Imre, a VMS tartományi parlamenti képviselőjelöltje. Jó estét kívánok, köszöntöm a műsorban. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Mi volt az ön szerepe a vajdasági terület és gazdaságfejlesztési programban? Ezt a gazdaságfejlesztési programot én annak idején stratégiának hívtuk, és megboldogult Pásztor elnök úr kért föl, hogy koordináljam, és akkor egy csomó szakemberrel, fiatal szakemberrel méltányolva a szerbiai területfejlesztési stratégiát és az Európai Uniós fejlesztési elveket
összehoztunk egy olyan programot, ami a vajdasági magyar közösségnek a fejlesztés, illetve ezek a területeknek a fejlesztésére szolgál. Gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy a vidékfejlesztés a magyar közösség által lakott vidéknek a fejlesztésére szolgál. Amint látjuk, eddig ez egy nagyon sikeres program volt, úgyhogy ilyen formában hozzájárultunk nem csak a vidékfejlesztéshez, hanem azt hiszem, hogy a szerbiai területfejlesztéshez is. Miért tartották ezt fontosnak? Azért tartottuk fontosnak, mert a vidék fejlesztése más tényezőkhöz viszonyítva, ugye a gazdaságnak a fejlesztését, tehát gazdaságfejlesztés nélkül nincs vidékfejlesztés, nincs területfejlesztés. A gazdaság a motor. Legyen az mezőgazdaság, legyen az ipar, kisipar, idegenforgalom, tehát mindezek a pillérek benne vannak ebbe a stratégiába, és ezt gyakorlatban is véghez vittük. De van még egy nagyon fontos pillér ennek a stratégiának, és nem csak a stratégiának, éppen a jelen pillanatban, ami történik ugye a fejlesztésekkel, a képzés. A képzés, az állandó képzés, a vállalkozás fejlesztésre történő serkentés. Nekünk az a megoldás ebben a térségben, hogy minél több vállalkozónk legyen. Ez hiánypótló egyébként itt a Vajdaságban, vagy akár Szerbiára vonatkozóan igen, is? Igen, én azt hiszem, hogy a prosperitáti a saját körülményeihez képest és a saját keretein belül nagyon sokat tett azért, hogy ezeket a vállalkozás fejlesztési képzéseket, tehát a humán erőforrásnak a kialakításához hozzájárul. Tehát nem lehet csak, illetve azt akarom mondani, hogy nem lehet csak a külföldi támogatásokat disztribuálni. Tehát nem osszuk a pénzt, hanem képezzük is azokat a vállalkozókat, akik a vajdasági térséget és a vidéket tovább kell, hogy vigyék. Mondjunk néhány pozitív példát még ennek kapcsán is, illetve az elérményekről. Nagyon sok pozitív példa van, akár a informatikában, a gépfejlesztésben, a fiatal vállalkozók, akik modern technológiákat kezdenek alkalmazni. Ugyanígy a mezőgazdaságban, a konyhakerti vetemények termesztésében, annak a kiszállításában az európai piacokra. Ugyanez van a húsföldolgozásban. Tehát nagyon sok olyan eredmény van, ami a mi célunkat gyakorlatilag bizonyítja. Mi azt mondtuk annak idején, hogy igazán a cél, hogy az európai piacokra tudjunk kiszállítani. Sikerült elérni ezt a célt? Ez nagyon sok vállalkozónál megtörtént. Amikor én elmegyek a kelebiai virágkertészetbe, ahol 12 ezer piros gerbera van kivirágozva, és megkérdezem, most akkor mi lesz az a virága, hogy gyakorlatilag ez elhervad? Nem hervad el, hanem most fogjuk vágni, visszük a repülőtérre, és egy külföldre. Tehát rengeteg ilyen jó példa van a Vajdaságban, a magyar közösség területén, amit szerintem az elkövetkező időszakban nagyon tovább kell folytatni. Úgy látja, hogy sikerült azért megmozgatni a vállalkozókat, illetve a gazdaságot? Azt hiszem, hogy igen, ezt mutatják ugye az a több száz fiatal vállalkozó, fiatal startupos vállalkozó, akik elkezdtek gondolkozni, nem mentek külföldre, hanem megfelelő ágazatokban próbálkoztak is, és csinálják is. Minek köszönhető ön szerint, hogy a szerb kormány megenged egy külföldi finanszírozású gazdasági fejlesztési programot? Nézzék, ez hogyha normálisan gondolkozunk, ez hogy is mondjam, tehát meg is költ, hogy engedje, ugyanis ebből a szerb kormány csak jó jár, ugyanis itt gyűrűzik be az eredmény, amellyel bizonyíthatjuk, hogy nem csak a vajdasági közösség, és nem csak a termelőket hoztuk helyzetbe, hanem a beszállítókat is. Kérem, ha én föltérképeztem a beszállítóknak a területi megoszlását Szerbiába, egész Dél-Szerbiába látszanak a piros pontok, ami azt jelenti, hogy az egész térség, az egész országban gyakorlatilag megmozdultak a termelők annak érdekében, hogy ellássák a vajdasági pályázókat. És hogyan látja ez a projekt alapú fejlesztés átvihető, akár például a tartományi vagy egyéb szervekre a gyakorlatban? A tartomány ezt ugyanúgy végzi. Én nekem az utóbbi 3-4 hónapban volt alkalmam
megtámogatni ezeket a pályázatokat a tartományi képviselőházban. Hadd említsem a mezőgazdasági pályázatokat, amely egyrészt erdőgazdaság, vadgazdálkodás, vízgazdálkodásban kiváló pályázati rendszereket alakított ki, és gyakorlatilag ezek mind úgy, mind úgy voltak kiképezve, hogy a vidékfejlesztésnek az elvét és magát a vidékfejlesztést támogassák. Ugyan a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi parlamenti képviselőjelöltje. Ön szerint miért fontos, hogy a tartományban is legyen magyar érdekképviselet, akár a gazdaságfejlesztés szempontjából? Nagyon fontos, egyrészt a gazdaságfejlesztés szempontjából mi is hozzá tudunk járulni a vidékfejlesztéshez, de hát az itt élő lakosságnak a kulturális, oktatási tevékenységének a támogatás, ami szintén egy vidékfejlesztési téma, ugye, és hozzájárul az itt élő magyarságnak a megélhetéséhez és itt, tehát a jó életnek, a jobb életnek a megéléséhez, tehát elengedhetetlen az, hogy minél többen legyünk a tartományban is. Nagy Imrének köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Egymásnak adják a kilincset a VMS kampányának támogatására az anyaországi tisztségviselők. Nagy János, magyar miniszterelnöki irodát vezető államtitkár látogatott ma Szabadkára és környékére. Stábunk a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesületben szólaltatta meg a vendéget. Itt vagyunk ma Szabadkán, korábban meglátogattam egy családot, aki a falusi házvásárlási projekt révén juttatott otthonhoz, illetve voltam egy középvállalkozónál is, aki a Magyar Gazdaságfejlesztési Programnak a kedvezményezettje volt. Nagyon komoly fejlesztések történtek az elmúlt időszakban, amelyek nem jöttek volna létre a VMS és annak néhai elnöke, Pásztor István elnök úr közreműködése nélkül. Hálásak vagyunk neki, és azért vagyok én ma itt, mert a december 17-ére kiírt szerbiai választások miatt arra buzdítom az itt élő magyarokat, hogy szavazzanak az egyetlen magyar pártra, a VMS-re, úgy a tartományi, mint a köztársasági választáson. Miért fontos ez a magyar kormány részéről? A magyar kormány egységes magyar nemzetben gondolkodik, minden magyar felelős minden magyarért, és a tavalyi választáson több mint 60 ezer szavazat érkezett innen a Vajdaságról, és mi azt szeretnénk, hogy a magyarságnak érdekképviselete legyen Belgrádban és Újvidéken is. Milyen benyomásokkal tér majd haza innen? A Vajdaságot tulajdonképpen a Pásztor István vezette VMS összeszervezte, és azok a magyar szervezetek, azok a magyar emberek, akikkel én találkoztam, azt igazolták vissza, hogy itt egy élő közösség van, egy olyan élő közösség, amelyet nem csak érdemes, hanem kifejezetten kell is támogatni. A magyar kormány minden tőle telhetőt meg fog ezért tenni. Választások 2023. Hétvégén tartották a harmadik Kárpát-medencei magyar média találkozót Visegrádon. Az eseményen a Kárpát-medencei magyar médiumok jelenlegi helyzetéről és jövőbeni kihívásairól is szó esett. A résztvevők számos előadáson és panelbeszélgetésen vehettek részt, emellett pedig második alkalommal a Kosztolányi díjat is kiosztották. Nézzék meg a találkozóról készült összefoglalót, majd egy interjút Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkárral. Ünnepélyes megnyitóval kezdődött Visegrádon a harmadik Kárpát-medencei magyar média találkozó. Létrejött a nemzetegyesítés, fontos, hogy a média is része ennek az egész történetnek. Ezen a területen pedig rengeteg módon lehet fejlődni, együttműködést megvalósítani, hangzott el a rendezvényen. A média folyamatosan változik, az ehhez való alkalmazkodás rendkívül fontos. A közösségi média elterjedésével tulajdonképpen mindenki média készítővé vált. Ebben az új helyzetben kell megtalálnia a jelenlegi sajtónak a helyét. Elhatárolni a lényegest a lényegtelentől, a valóst a valótlantól,
Ez a legnagyobb kihívás napjainkban. Legyünk képesek arról gondolkodni, hogyan tudunk mi magyarok választ adni a jövő kihívásaira. A minőségi kommunikáció a cél, a valóság közlése a cél, hangsúlyozták a résztvevők. Én azt kívánom ezen a mai napon is, hogy bizony legyünk képesek gondolkodni arról, hogy a jövő kihívásaira hogyan adjunk választ. A jövő jogi kihívásaira és a jövő média kihívásaira. Hogyan fogunk tudni mi magyarok és a magyar kommunikátorok, akik felszentelt kommunikátorai, a magyar újságírás, a magyar média szakemberek, hogyan tudnak ezekre a kérdésekre választ adni, hogy minőségi kommunikáció legyen, a valóságot legyünk képesek közvetíteni olyan módon, hogy az el is jusson a hallgatósághoz, és képesek legyünk elhatárolni a jelentőst a jelentéktelentől, és a valóst a valótlantól. A média találkozón olyan témák kerültek szóba, mint a régió sajtóhelyzete, kilátásai, lehetőségei, új kihívások és technológiai megoldások a sajtóban. Nagyon szépen köszönöm, hogy a politika támogatása mellett, amellyel egyfajta értékközösségben és érdekközösségben vagyunk, tudunk mi most szakmailag megnyilvánulni. Szerintem ez egy nagyon fontos, szimbolikus pillanat ilyenkor mindig, amikor nagyon fontos politikai aktorok nagyon fontos gondolatokat osztanak itt meg velünk, de aztán, mert ez mégiscsak egy szakma, amit mi művelünk, erre, és leginkább erre tudjuk közös erővel a figyelmünket fordítani. Ehhez kívánok erre az előttünk álló időszakra tekintve magunknak sok sikert, jó kedvet. A második napon előadásokkal és panelbeszélgetésekkel folytatódott a média találkozó. A résztvevőket a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatója köszöntötte. Altorjai Anita beszédében hangsúlyozta, a mesterséges intelligencia egy olyan innováció, ami a fejlődéssel együtt egzisztenciális kihívást is jelent. Ennek köszönhetően ugyanis alapjaiban változik meg a média világa, beleértve a fogyasztókat is. Arra kérek mindenkit, kedves kollégák, legyetek kedvesek, álljatok fel, és gondoljunk ezekre a kiváló harcostársainkra, kollégáinkra. A panelbeszélgetések előtt a résztvevők egy perces néma csenddel emlékeztek meg a nemrég elhunyt Pásztor Istvánról, a Vajdasági Magyar Szövetség volt elnökéről, és Guba Éváról, a Pannon RTV tiszamenti tudósítójáról. Hol tartunk és merre megyünk? Egyebek mellett ezzel a címmel is szerveztek egy panelbeszélgetést a harmadik Kárpát-medencei Magyar Média Találkozón, amelynek a témája a Kárpát-medencei Magyar Média jelenlegi helyzete és a jövőbeni kihívások voltak. A Pannon RTV egy televíziót, két rádiót és egy honlapot is működtet, ismertette médiaházunk munkáját Bálint Csaba. A Pannon Televízió főszerkesztője kiemelte, az említett felületek között vannak átfedések, ezt pedig ki kell használni a mai felgyorsult világban. Szerkesztőségünk továbbá igyekszik lefedni Vajdaság teljes területét. Ehhez a tudósítóhálózatunk is nagyban hozzájárul, mondta a panelbeszélgetésen. Az utóbbi időben a migráns helyzet miatt pedig golyóálló mellényeket is kellett vásárolnia a Pannon RTV-nek. Időszakosan előjönnek olyan dolgok, amiket kezelni kell, reagálni kell rájuk, és igazából a munkánkat rendkívüli módon megnehezíti. Tehát nem is gondolná az ember igazából, tehát hogy fegyverropogás, meg ilyen történetek vannak. Igyekszünk alkalmazkodni, és a Pannon RTV igyekszik a kollégáknak mindent megadni, hogy biztonságban dolgozhassanak. Gazsó L. Ferenc, a beszélgetés moderátora méltatta a Pannon RTV működését. A Magyar Nemzeti Média Szövetség elnökségi tagja kiemelte, hogy ebben nagy szerepe van a magyar kormány támogatásának is. Elmondta, a szövetségük mindig igyekszik segíteni a külhoni magyar stúdiókon. A Kárpát-medencei magyar médiában dolgozók között fontos a folyamatos kapcsolattartás. A Kárpátaljai TV 21 Ungvár vezérigazgatója ennek kapcsán kiemelte, ők is együttműködnek a többi külhoni szerkesztőséggel a budapesti mellett. A Közügyek című hírháttér műsorunkban például rendszeresen adunk le anyagokat, amelyek a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetéről szólnak. Most ez az együttműködés nálunk tart, nincs benne gond, aki hozzánk fordul, minden további nélkül hozzáférhetnek az anyagainkhoz, és viszont, tehát ez két irányú utca. Tehát ilyen szempontból nálunk nincs probléma. A panelbeszélgetésen részt vett még Molnár Judit, a felvidéki Ma Hét média család főszerkesztője, aki idén kiérdemelte a Kosztolányi díjat is. Jelen volt még Szűcs László, Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnöke, továbbá Végi József, a Szlovén RTV igazgatósága elnökének az őshonos magyar közösség rádiójáért és televíziójáért felelős helyettese. Az ilyen típusú találkozóknak is elsősorban ez a hozománya többek között, hogy tényleg személyesen tudunk találkozni,
ezt mit tudunk cserélni, beszélgetni tudunk mindenről, és nem utolsó sorban egy olyan kapcsolatok alakulnak ki, ahol mindenki felajánl valamit. És ez azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy mindenkihez eljusson mindenkiről szinte minden információ. A résztvevők szerint rendkívül fontos a külhoni magyar közösségek média szakemberei közötti kommunikáció, az összetartás és a közös gondolkodás. Egyértelmű, hogy a szakmai tanácskozások ezek fejlesztésére kiváló lehetőséget biztosítanak. Köszöntöm a közügyek nézőit. Hálózatépítés a nemzetpolitikában címmel tartott előadást Potápi Árpád János a 3. Kárpát-medencei Magyar Média Találkozón Visegrádon. Vele beszélgetek most ennek kapcsán. Államtitkár úr, jó napot kívánok! Hát ha már hálózatépítésről beszélünk és egy média találkozón vagyunk, akkor ez a média tekintetében mit jelent? Erre a média találkozóra a 3. alkalommal került sor. Ez egy Kárpát-medencei szintű rendezvény Visegrádon. Először 2019-ben került sor, aztán Covid miatt ki kellett hagynunk néhány évet. Tavaly 22-ben, most 23-ban harmadszor rendezzük meg. A Magyar Nemzeti Média Szövetség közös szervezésében van most már másodszor. Örülünk annak, hogy együtt tudunk dolgozni, és jó látni azt, hogy a határon túli kárpát-medencei médiumok szinte mind képviseltetik magukat ezen a találkozón. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a nemzetpolitika eredményei, sőt egyáltalán a nemzetpolitika nem is tudna létezni a média támogatása, közvetítése nélkül, hiszen ahhoz, hogy az embereket el tudjuk érni, ahhoz, hogy a magyar közösségeket még inkább egységbe tudjuk szervezni, ahhoz mindenféleképpen szükség van a média segítségére, támogatására, és ezek a találkozók amellett, hogy szakmai szintű előadásokra kerül sor a erős egy napba, hiszen van egy nulladik nap, egy szombati teljes nap, és vasárnap hazautaznak, tehát amellett mi szeretnénk megköszönni az államtitkárság a kormány nevében is az elmúlt évi tevékenységüket. És hálózatépítés természetesen nem csak a médiában van, hanem sok más területen is. Ezek közül is emeljünk ki néhányat, amely Vajdaságra is vonatkozik. Hát, hogyha hálózatokról beszélünk, akkor természetesen kell beszélnünk a vállalkozásokról, kell beszélni a pedagógus szervezetekről, kell akár a gyermekorvosok, gyermekpszichológusok tevékenységéről, önkormányzatok együttműködéséről. Ha a hálózatokról beszélünk, akkor a sportot is meg lehet említeni, mind a csapatsportokat, mind az egyéni sportágokat, de például, hogyha a focit kiemeljük, akkor a Topolya az nem csak a vajdasági embereket, bácskai embereket, magyar embereket hozza össze, és nem csak a magyarokat, hanem a szerbeket is, hanem természetesen Szegedről, Bajáról, és még messzebbről is mennek egy-egy foci meccsre. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez is összekovácsolja az embereket, és folytathatnánk tovább a sort. Hét elején a Várkert Bazárban az Agrárminisztérium, a Nemzeti Agrárkamara és a Magos szervezésében egy Kárpát-medencei összefogás fórum volt, ott is ott voltak a vajdasági gazdák. Hát a Nemzet Kenyere 15 millió búzaszem akció az ugyanúgy egy hálózatépítés, mint amit mi végzünk több területen. Jó látni azt, hogy ezek a hálózatok egymás mellett működően szövik egyre szorosabbá a nemzetszövetét. És 2024 pedig az együttműködésével lesz, ha nem tévedek. Erről mit kell tudni, milyen tervek vannak a jövő évre vonatkozóan? Minden évben a Magyar Állandó Értekezlet dönt a következő tematikus évről, így most a november folyamán a következő év elnevezését is megfogalmazták, mégpedig a 2024 az együttműködő nemzet éve lesz. Szerintem ez a fogalom nagyjából takarja azt, hogy az elmúlt években milyen közös munkát, cselekvést tettünk meg, és hasonlóan gondolkozunk, hasonlóan a nemzet egységét próbáljuk erősíteni a következő egy évben és években is. Újdonságként említettem még a nemzeti virtuális teret. Mi lesz ez?
Nemzeti virtuális tér január 1-től indul meg. Gyakorlatilag mindenki egyéni módon tudja a közmédiának az adásait nézni, kiemelten a sportközvetítéseket, hiszen tudjuk, hogy ezeket az adásokat határon túl sok esetben blokkolják, főleg, hogyha magyar csapatok világbajnokságokon, olimpián, Európa-bajnokságokon jelennek meg, vagy versenyzők, és hogy ezt ki tudjuk, nem is hogy kerülni, de törvényesen meg tudjuk teremteni a feltételeit annak, hogy mindenki élvezhető módon részese legyen ezeknek a sikereknek. Ezen kívül nagyon sok minden más egyebet. Január 1-től ideiglenes jelleggel indul el, és reméljük, hogy minél kevesebb hibával fog működni, és majd utána teljesen, egészen remélem, hogy jövő év közepére már be tud robbanni. Államtitkár úr, köszönöm szépen a beszélgetést. A közügyeket Bíró Tamara tudósította Visegrádról. Választások 2023. Vajdasági sportfejlesztésekről beszélgetek Kormányos Lászlóval, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi parlamenti képviselőjelöltjével. Jó estét kívánok, köszöntöm a műsorban. Beszéljünk talán először arról, hogy a vajdasági emberek életében milyen szerepet tölt be a sport. Ön hogyan látja? Mindenféleképpen megtisztelő számomra, hogy én beszélhetek erről. Olyan személy, aki nem járta meg az élsport, úgyhogy hát inkább a szabadidő és a versenysport szférában dolgoztam talán legtöbbet, és inkább a neveltjeim az a Csókai Asztali Tenisz Klub keretén belül ízlelték meg az élsportnak a mindennapjait. Tudni kell azt, hogy eljutni az egyszerű sportágból egész egy olimpiai szereplésig, milyen hosszú és üreges út van, és mennyi nehézség van azon az úton. Természetesen itt a szakmai kihívás és egyéb más szükséges feltételeknek kell eleget tenni. Vannak most vajdasági magyar élsportolók? Tudunk néhány nevet említeni akár? Hát a titkárságon belül évről évre kimondottan komoly figyelmet fordítunk a fiatal tehetséges edzők és sportolók ösztöndíj programjára. Az idén is több mint 20 millió dinárt fordítottunk e célra, és természetesen ahhoz, hogy a szakma megállja helyét, tavaly vezettünk be egy olyan programot, hogy Vajdaság szerte minden községbe a sportegyesületek létszámától és a lakosság létszámától függően több mint 200 fiatal tehetséges edzőt 40-valány sportágban képeztünk ki. Melyek azok a sportágak, ahol most jól teljesítünk? Hát a labdasportágak elsősorban, ami vonzó. Természetesen, amikor a magyar sportág, a magyar kisebbségi részvétel a Tisza mentén érezhetően jelentős, tehát magyar kanizsától egész felég, ugye Óbecsi keresztül, Temerén keresztül egész Újvidékig, és természetesen a vízi sportok, kajakkenu, amit mindenféleképpen említenék, a birkozás ugye az nélkülözhetetlen, az asztali tenisz úgy szintén, tehát ezek azok a sportágak, és ugye a céllövészet is olyan, hát nem azt mondom, különleges, nem mindenki számára elérhető sportágokban a magyarság, valahol a magyar emberek vagy a fiatalok megtalálják a helyüket. Ugye a tartományi kormányban, az ifjúsági és sporttitkárságban tevékenykedik. Az elmúlt időszakban milyen beruházásokat sikerült megvalósítani a magyar laktanyakormányzatokban? Hát mindenféleképpen szeretném kiemelni a magyar kanizsán, ugye amikor a magyar kormánynak köszönhetően megépült a Vajdasági Birkoz Akadémia, és annak a külsejét, a külső infrastruktúráját pedig a tartományi kormány tartalék eszközeiből, külön eszközeiből lettek megépítve. Itt szeretném megemlíteni, hogy Pásztor István elnöknek köszönhetően egy olyan háttérrel rendelkeztünk mindannyian, amikor a nagyobb dolgok intézését azért az elnök az kiválóan intézkedett, hogy tudta intézni a dolgokat, és ezek azok a pillanatok, hogy azt az űrt, ami következik, és valami formában szükségszerűen érezzük, hogy fel kell tölteni.
A kapcsolatépítés az már megtörtént, egy huzamosabb ideig a sporttitkárság keretén belül nem volt magyar képviselete, és amikor a tiszamenti sportegyesületek, a sportszövetségekkel felvettem a kapcsolatot, és természetesen később az szertágazóan a Vajdaság területén teljes mértékben, úgyhogy bármelyik egyesület meg tudott keresni bármelyik pontban, vagy pillanatban, úgyhogy rendelkezésre álltam. Állok és álltam is eddig is. Például a Birkózó Akadémiára a tartományeszközökből mennyi pénz lett elköltve? Hát a tudomásom szerint több mint 40 millió dinár, tehát az nem kevés összeg. Tehát azt mondhatjuk, hogy 10%-a, több mint úgy gondolom, hogy 3,5 millió eurós beruházás volt, és tudni kell az, hogy 50 férőhelyes, bentlakásos, ideális környezetben, többségében magyar nyelvezetű fiatalok kaptak helyet, természetesen nem kizárólagosan csak magyarok, mert szükség van az itt élő térségből a más nemzetnek is a jelenlétre, és a sportban nem lehet megkülönböztetni, és nem is jó. Tehát, hogyha egység van, tehát szükség van a különbségre, a mentalitásba, a hozzáállásba, és ez talán a legjobb példája a Futballakadémia, ugye a TSC után, ami megépült a Birkózó Akadémia, és reméljük, hogy lesz folytatása. A kézilabdát nem szeretném elfelejteni, a dán ugye hihetetlen erős, a férfi és a női, ugye a Halász József és a Pletex, ugye férfi kézilabda csapata kiválóan szerepel, és természetesen a vitorlázók és a vízi sportok, és a nem utolsó sorban az asztali tenisz is jelentősen vagy fejlődés előtt áll. Miért fontosak ezek a beruházások az utánpótlás nevelés szempontjából? Akár például, hogy van egy felújított Birkózó Akadémia Magyar Kanizsán. Mindenféleképp követni kell a föltételek biztosítását szakmailag, tehát olyan eszközökkel kell módszertanilag képezni a fiataloknak azt a lehetőséget, mint egy nyugati országban. Szinte komoly szintű fejlődés ez az élsport iránt, és mindazok az alközpontok, amik megnyíltak a Birkózó Akadémia környékén is, tehát az a magyar lakta területeken, ha jól tudom, az utolsó, úgy gondolom, tehát a Martonoson keresztül Kishegyes, Bács-Fekete egy, és ha jól tudom, Magyar Csernye, és vannak még tervek, hogy ez csak gyarapodni fog, és ez bizonyítja azt, hogy mennyire szükség van, ha valamit extra minőségben, szakmailag is, szerkezetében is, módszertanilag is van, stratégiailag is kivitelezve. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a testnevelés az oktatási intézményekben is. A Vajdaság területén mely iskolák tornatermét sikerült felújítani? Tehát elsősorban a Tiszamentére gondolok, tehát ami számomra kimondottan fontos volt, az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskolának a két sportpályája lett teljes mértékben felújítva, úgy jövünk vissza a Topolyán is, a Csákila és általános iskolába, inkább az iskolai és egyetemi sport területén, így mondjam, a feltételek biztosítása, tehát hosszú éveken át, mert túl régen épültek meg ezek a sportpályák, sportobjektumok, és természetesen a titkárság odafigyel az, hogy nem csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken is megépítse a szabadidős sport lehetőségeit, a nyitott sportpályáknak a mind több megépítését, és természetesen, tehát nem csak Topolyán, Szabadkán, Kishegyesen, és azok még Pacsiron is épült az iskola keretén belül egy nagyon-nagyon helyes kosárlabdapályának az alapja lett teljesen kicserélve, egyik a legmodernabb, tehát nem az aszfalt, nem az a műanyag, teljesen egy új anyag, ilyen, mint a légókockák úgy vannak összerakva, számomra is egy érdekes, de állítólag ez egy európai trend, tehát a modern kornak, a modern feltételeinek eleget próbálom tenni. Miért fontos a Vajdasági Magyar Szövetségnek, hogy támogassa a sportfejlesztéseket? Hát egy szóval azt mondanám, hogy volt egy időszak, amikor nem volt képviselete, nem volt a magyarságnak képviselete a titkárság keretén belül, és hát azóta, amióta van, azóta többszörösen odafigyelünk a kisebbségek, elsősorban a magyarság, a legnépesebb kisebbség, és az ő igényeit kielégítő programok, vagy most nem csak a tornatermek, nem csak az eszközbeszerzés, hanem a sportobjektumok megépítése és annak a karbantartására.
számos példát sorolhatnák, de biztos az időszűkessége miatt nem tudok erre kitérni, de azt jelenti, hogy 3,5 évvel ezelőtt, amikor a titkárságban először betoppantam, egyedüli magyarként, természetesen egy kiváló segítőm volt Binder Aranka olimpikon személyében, aki magyarként, de ugye ő mindenféleképp az élsportból jött, és nagyon sokat segített abban, hogy ezt közösen, így módon ketten vigyük ennek a, így mondjam, a magyarságnak a sorsát, és a magyar sportolóknak is, vagy a sportolók is egyensúlyban kerüljenek az itteni finanszírozásba. Beszéljünk még röviden a tervekről is, ugye jön a VMS tartományi jelöltje. A jövőben milyen további sportfejlesztések valósulhatnak meg, ha lesz magyar érdekképviselet a tartományban? Mindenféleképp szeretnénk folytatni a sportinfrastruktúra fejlesztését elsősorban. Ahogy említettem az előbb, a kezdő lépés az volt, hogy mindössze 10-12 pályázat, nyertes pályázó volt azokban az egyesületekben, ahol magyar gyermekek is sportolnak, elsősorban versenysport, és az élsporttal is találkoznak már, de sokkal fontosabb számunkra, hogy stratégiailag először feltételeket biztosítsunk, később azt programokkal és tartalommal megtöltsük, és természetesen nem szeretném kihagyni Világos Adriennek azt a csodálatos menetelését az első naptól kezdve, amikor megismertem, és azóta a Vajdaság ugye a titkársának az ösztöndíjasa is, külön ösztöndíjas az olimpiai bizottságon keresztül is, szinte Vajdaság talán a legnagyobb reménysége a következő Párizs olimpián. Kormány Sászlónak köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. Az elmúlt években Vajdaságban számos család tudott házat vásárolni a magyar kormány támogatásával a Prosperitáti Alapítványon keresztül. Ilyen a csantavéri udvardi család is, akik ma otthonukban fogadták dr. Pásztor Bálintot, a VMS megbízott elnökét, illetve Nagy János magyar miniszterelnöki irodát vezető államtitkárt. A magyar kormány a Prosperitáti Alapítványon keresztül támogatja a szülőföldön való megmaradást, boldogulást. 2016-tól kezdve erre a célra 142 milliárd forintot biztosítottak. 18 új vonat fog közlekedni jövőre a szerbiai vasutakon, és új útvonalakkal is bővítik a hálózatot. Iván Bulajić, a szerbiai vasutak megbízott igazgatója elmondta, az adatok azt mutatják, egyre többen térnek vissza a vasúti közlekedéshez. Míg 2021-ben 2,6 millió utasuk volt, idén ez a szám jóval nagyobb, a napokban meghaladja a 7 milliót. Bulajić kiemelte, hogy 2024-ben nagy változások várhatók a menetrendben is. A szerb rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy megállítsa az illegális migrációt, valamint fellép az embercsempészet ellen, mindaddig, amíg ez a probléma fennáll. Erről is beszélt szabadkai látogatása során a belügyminiszter. Bratislav Gašić kiemelte, az állampolgárok biztonsága az első, és határozott lépéseket foganatosítanak, hogy megvédjék az embereket. Nemzetközi modern táncversenyt szerveztek a hétvégén Szabadkán. Szerbia mellett Észak-Macedóniából, Bosznia-Hercegovinából és Magyarországról is érkeztek csapatok a megmérettetésre. A szabadkai Iván Szárić műszaki iskolában 26 táncklubból mintegy 1000 versenyző mutatta be tánctudását. Szerbiának az Európai Unióhoz és a NATO-hoz kell tartoznia, illetve fel kell zárkóznia a Nyugat-Európához. Ezt vallják a Szerbia nyugaton Zoran Vuletić, Nemanja Milosevic, kérdezzük a szakmát nevű köztársasági lista jelöltjei. A nyugathoz történő csatlakozás mellett a másik céljuk a szerb haladó párt, illetve Alekszandar Vučić hatalmának a megdöntése. Ez a tömörülés december 17-én a 15-ös számot viseli majd.
15-ként hirdette ki a köztársasági választási bizottság a Szerbia nyugaton kérdezzük a szakmát nevű listát, amelyet az új párt indított, és amelyen főként értelmiségiek szerepelnek. A listát akadémikusok, írók, újságírók, történészek, sportolók és művészek is támogatásukról biztosították. A listán 110 név található, köztük például Svetislav Basara író és Milojko Pantić újságíró. Zorán Vuletić vállalkozó a lista második helyén szerepel. Véleménye szerint Szerbia legnagyobb gondját a koszovói helyzet rendezetlensége jelenti. Naša lista se zove Srbija na zapadu, da se struka pita. Time je, ja mislim, sve praktično rečeno. Što se tiče problema Kosova, to je naš najveći i prvi problem koji mi smatramo da treba rešiti. Kako? Mi rešenje imamo. Nemamo mi mnogo prostora da izmišljamo neka naša rešenja. Ja vidim da sada neki ljudi koji su nekada vodili državu sada izmišljaju, mi kad bismo došli pa mi bismo to ponovo otvorili pa bismo iz početka krenuli razgovore, od toga nema ništa. Svi u ovoj Srbiji znaju i šta se desilo sa Kosovom i kako je do kosovskog problema došlo. Ja neću da se vraćam u tu daleku prošlost. Mi danas imamo na stolu evropski plan za Kosovo. To se ne zove više Makronov i Šolcov plan, to se zove evropski plan i zapadni plan, jer ga je podržala i Amerika. A najvažnije za nas je da ga je podržalo i ovih pet država koje nisu priznale Kosovo. A köztársasági parlamenti képviselőjelölt szerint nem csak az utóbbi néhány év, hanem az utóbbi 30 év elhibázott döntései miatt tartott Szerbia Koszovó ügyében, ahol tart. Mint mondta, éppen a koszovói rendezetlen helyzet az, ami miatt nem érkezik több befektetés Szerbiába, amiért nem tudott még az ország az Európai Unióhoz csatlakozni, és amikor rengetegen hagyják el Szerbiát. Ovo je najvažnije pitanje preko koga će se prelomiti budućnost, bliska budućnost srpskog društva, srpske države, srpske zajednice na Kosovu. Moramo da brinemo o budućnosti naše dece. Ne smemo, izvinite, ne smemo da dozvolimo još 10 godina gubljenja vremena. Rekli ste da smo kupili 10 godina. Nismo kupili. U tih 10 godina nam se iselilo. Ima 700-800 hiljada ljudi manje koji žive u Srbiji nego pre 10 godina. A Szerbia nyugaton kérdezzük a szakmát nevű lista azzal került be a hírekbe, hogy a belgrádi városi választási bizottság hamis támogatói aláírásokat talált náluk. A listán szereplők állítják, nem ők hamisítottak, és kezdeményezték az ügy kivizsgálását, hogy tisztára mossák mind listájuk, mind az azon szereplők nevét. A gazdasági hazafiasság, a fizetések megnöveléséhez történő másféle hozzáállás és a gyakorlatban szerzett tapasztalat fontosságára hívja fel a figyelmet a Szerbia nyugaton, kérdezzük a szakmát lista vezetője. Ez a lista eljutatott hozzánk egy programbemutató kis filmet, mi most törvényes kötelezettségünknek elegettéve bemutatunk belőle egy részletet. Zalažem se za to da svakog nosioca liste kandidata za premijera ili gradonačelnika Beograda ili drugih gradova pitate šta si radio u životu pre politike, šta si uradio za sebe, pa da ti poverimo da bi mogao da uradiš i za nas. Kada tako budete postavili stvari, mi sa liste Srbije na zapadu da se struka pita, mislimo da smo tek onda na pravcu koji željno očekujemo, koji vodi u bolje sutra. Srbija na zapadu, da se struka pita, Beograd broj 11, Srbija broj 15, temelji svoju kampanju na konkretnim predlozima kako da svakog dana živimo bolje. Sve analize javnog mnjenja govore u prilog tome da su najvažnije stvari za svakog građana Srbije standard življenja i zdravlje, odnosno efikasno lečenje ukoliko nam ono zatreba. Zato je začuđujuće što pričamo najmanje baš o tome. Ja mislim da su zamorne i promašene teme razlog velikog broja apstinenata na izborima. A tartományi választási listán a 13. helyen szerepel a vajdaságiak lista, amelyhez csatlakozott a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége is. Vendégem Csonka Áron, a VMDK elnöke. Jó estét kívánok, köszöntöm a műsorban. Jó estét kívánok. Kikkel szerepel egy listán a VMDK? Ez a koalíció, amelynek a neve ugye vajdaságiak, három pártból áll össze, két kisebbségi és egy többségi regionális pártból.
tehát egy vajdaság ugye magyar pártból, egy vajdasági ruszin pártból, együtt vajdaságért úgy hívják a pártot, és a vajdasági szociáldemokrata ligából, amely az elmúlt egy évben egy újításon esett át, hiszen a régi vezetőség az távozott, korombeli vezetők vannak most a párt élén, Bojan Kostres is a listavezetőnk, és hát egy újabb lendülettel indulunk a választásokon. Mennyiben egyeznek az elképzeléseik a listán lévő pártoknak? Teljes mértékben, hiszen én úgy látom, hogy ez egy jó ötvezete egy regionális érdeknek a képviseletét, amely ugye Vajdasághoz kötődik, mint autonóm tartományhoz. Viszont megvan mindegyik pártban azért az a kisebbségi vonal is, hogy a kisebbségi értékek és a kisebbségi hagyományok, kisebbségi jogok teljes mértékben tiszteletben legyenek tartva. Melyek a fő célkitűzéseik önöknek? Elsősorban, ha címszavakba kell mondanom, akkor elsősorban azt szeretnénk, hogy Vajdaság, mint olyan ismét egy politikai téma legyen. Vajdaság autonómia a szűkös keretek között használja ki mindent, ami csak a lehetőségére van adva, többek között, hogy ismét a vajdaság pénzéléséről szóló törvénynek az elfogadását szorgalmaznánk. Szorgalmaznánk azt, hogy Vajdaság megőrizze a jellegzetes életmódját, a multikulturalizmust, amely jellemző Vajdaságra, beleértve itt ugye a kisebbségi jogokat is, valamint javítanánk azoknak a helyzetén, akik mezőgazdasággal, gazdasággal foglalkoznak, megerősítenénk a nyugdíjasokat is, és igyekeznénk mindenféleképpen, hogy a vajdasági átlagfizetés ne a belgrádi és a szerbiai átlagfizetés alatt legyen, hanem legalább azon a szinten, hanem magasabb, mint régen is. Hogyan segítenék a mezőgazdaságot például? Több program is van a mezőgazdaságot illeti, tehát itt elsősorban onnantól kell indítani, hogy szeretnénk megőrizni a Vajdaság termőföldjét, hiszen tapasztaltuk az elmúlt időszakban, hogy különböző kormány döntésekkel külföldieknek ajándékoztak oda földeket, vagy pedig a termőföldeken különböző rossz minőségű, rossz technológiát hozó gyárakat engedtek be, mint például a Nagybecskereknél, ahol egy hatalmas gumigyár fog épülni, és az egy nagyon szép termőföld, és az sokkal több hasznot hajtana számunkra, hogyha azt megművelnénk, mint hogy most ott gumigyár épüljön. Tehát ez az első lépés. A második lépés pedig arra vonatkozna, hogy a vajdasági költségvetésből kipótolnánk azokat a köztársasági támogatásokat, hogy Vajdaságban azok, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, ami a támogatási rendszert, vagy közismertebb néven szubvenciók, ugye, talán így érthetőbb a nézőknek, hogy azokat legalább arra a szintre emeljük fel, mint a régióbeli országokban, vagy pedig azoknak az országoknak, amelyek szintén a szomszédjaink, de már az Európai Unióban vannak, mint például Horvátország vagy Magyarország. Tehát azoknak a szintjére felemelnénk a támogatást. Különböző programokon keresztül segítenénk a fiatalokat és kevésbé fiatalokat, hogy újabb mechanizációhoz jussanak hozzá, valamint hogy a falvakat felszereléssel, megfelelő felszereléssel, infrastruktúrális felszereléssel látnánk el, hogy a fiatalok ott maradjanak a kisebb településeken, ne kell nekik bemenni a városba, és hát többek között itt már kapcsolódik az egészségügy is, az is egy nagyon fontos cél. Tehát, hogy a falvakban vagy kisebb közösségekben mindennapi ügyelet legyen, orvosi ügyelet legyen, gyógyszertári ügyelet legyen, tehát, hogy egy teljes körű egészségügyi ellátás a számukra rendelkezésekre álljon, ne legyen úgy, mint például most, hogy akár csak kétszer hetente látogat ki az orvos, vagy akár egyszer hetente látogat ki az orvos ezekre a településekre. Adóreformokat is szorgalmaznának, ez mire vonatkozna? Az adóreform az arra vonatkozna, hogy mi azt szorgalmazzuk, hogy a Vajdaság területén megvalósított pénzeszközök, azoknak egyharmada menjen a közös költségvetésbe, tehát a köztársasági költségvetésbe, egyharmada jöjjön a tartományi költségvetésbe, és egyharmada menjen az önkormányzatoknak, hogy az ott élő emberek tudjanak dönteni arról a pénzről, és azokba az értékekbe és fejlesztésekbe fektessék be, ami nekik fontos. Ez van az egyik része. A másik része az adóreform, amit javasolunk, az, hogy mindazok a cégek, mezőgazdasági kombinátok, amelyek Vajdaság területén működnek, és itt valósítanak meg értéket, viszont a székhelyük az nem Vajdaságban van, hanem például Belgrádban,
hogy azok ne a székhelyük szerint fizessenek adót, hanem itt Vajdaságban, ahol megtermelik ezeket az értékeket. Ezzel megteremtenénk egy plusz költségvetést, amit fel tudnánk ugye használni arra, hogy az életminőséget Vajdaságban javítsuk. Ehhez még plusz még egy, ha megengedi, csak nagyon röviden hozzáteszem, hogy azokat a kitermeléseket, mint a gáz és az olaj, és az abból származó adókat, jövedéki adókat, azokat is megemelnénk, tehát a kitermelési díjat, amit fizetnek az önkormányzatoknak, például a Naftagáz vagy a NISZ, azoknak a mértékét is megnövelnénk, hogy minél több pénz maradjon itt Vajdaságban. Hanyadik ön a listán, és ha erre a listára szavaznak a vajdasági magyarok, akkor mit tehetne ön az érdekképviseletükért? Hatodik helyen vagyok a listán, ez bizonyos közvélemény kutatások szerint befutó helynek számít, de hát az eddigi tapasztalatom az, hogy nem a közvélemény kutatásokat kell megnyerni, hanem ugye a választásokat. Én nem szeretnék az egyéni sorsommal foglalkozni, tehát mink egy politikát kandidáltunk, és számomra az volna fontos, hogy ez a politika megvalósuljon. Ha bejutok a tartományi képviselőházba, akkor ezek az általános gazdasági, mezőgazdasági, egészségügyi kérdéseken kívül még, mint kisebbségi pártnak a ugye képviselője, azt szorgalmaznám, hogy Vajdaság használja ki azt a lehetőséget, amelyet a Vajdaság statútuma ad, hiszen a Vajdaság statútumában van egy tétel, amely azt mondja, hogy a köztársasági törvények és önkormányzati ugye rendelkezések mellett a Vajdaság területén a Vajdasági Autonóm Tartomány kiterjesztheti a jogok, a kisebbségi jogoknak a megvalósítását, és ezzel szeretném kihasználni arra, hogy az, ami most hanyatlóban van, mint például a hivatalos nyelvhasználat, vagy akár a részarányos foglalkoztatás, vagy akár a kisebbségi térségek, a hagyományosan kisebbségek által lakott térségeknek a nagyobb fejlesztése, hiszen a vasút, az autópályák és egyéb ilyen beruházások elkerülik ezeket a településeket, és ezért nincsenek új munkahelyek se, hiszen a beruházók oda szeretnek jönni, ugye, ahol jó infrastruktúra van. És ez volna, úgy gondolom, az elsődleges feladatom, hogy leállítsuk azt az elvándorlást, amit az utolsó 10 évben tapasztaltunk, hiszen azt mutatja, hogy ugye az utolsó népszámlálás, hogy 70 ezerrel kevesebben vagyunk. Csók Áronnak köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. Választások 2023. Ez volt mára a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap Kozma Zoltán várja önöket hírháttérműsorunkban. Szép estét, viszontlátásra!